A méhnyakrák elsődleges oka a HPV vírus. Férfiaknál hozzájárulhat a péniszrák kialakulásához, és mindkét nemnél okozhat hangszál és gégerákot is. Európában Románia vezeti a méhnyakrákban elhunytak listáját. Hogyan előzhető meg a betegség? Miért olyan fontos, és mit kell tudnunk a HPV oltásról? Erről szól a mai pulzus, tartsanak velünk! A HPV vírus az nem egy vírus, hanem ez egy nagy víruscsalád, vírustörzs család. Rengeteg törzset azonosítottak mostanáig. Vannak bizonyos törzsek, amelyek a közismert sümölt szemölcsök, bőrön található szemölcsökért felelősek. Ezek nem onkogének, tehát nem okoznak rossz indulatú, daganatos elváltozást. Vannak bizonyos törzsek, amelyek a nemi szervek tájékán megjelenő szemölcsökért felelősek, ezek sem onkogének, viszont tudjuk manapság már nagyon pontosan, hogy melyek azok a törzsek, amelyek a méhnyak szintjén okoznak fertőzést, elváltozást, és ezek közül, a törzsek közül tudjuk pontosan azokat, amelyek magas rizikóval, vagy magas rizikóval okozhatnak méhnyakrákot, rossz indulatú elváltozást. 98%-ban 7 törzs felelős a rossz indulatú daganatos elváltozásokért. A 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es és 58-as törzsek. Ezek ellen a Romániában található oltás védettséget biztosít. Ezek a méhnyakrákot okozó vírustörzsek csak szexuális úton terjednek. Kiemelném azt, hogy ez egy tünetmentes fertőzés legtöbbször, és emiatt is tartom fontosnak azt, hogy nem tudjuk, hogy mikor fertőződünk, nem tudjuk, hogy meddig található bennünk ez a vírus, és ezért nagyon kézenfekvő egy oltás egy olyan betegség ellen, aminek nincsenek jelei. A szakorvos hangsúlyozta, nem minden fertőzés után alakul ki a méhnyakrák. Ez nagyban függ attól, hogy mennyi ideig van a vírus aktívan jelen a szervezetben. A tavalyi évben körülbelül 3400 új esetet diagnosztizáltak Romániában, és körülbelül 1800 nő halt bele a méhnyakrákba az elmúlt évben. Ebből a szempontból, hogyha a lakosságra viszonyítjuk ezeket a számokat, akkor elmondhatjuk, hogy Európa szinten Románia sajnos első helyen áll a méhnyakrák mortalitás szempontjából, tehát legtöbb nő Romániában hal meg méhnyakrákban, egész Európa szinten, illetve az előfordulását tekintve Romániában, Románia második helyen áll. Ezeknek az adatoknak a fényében arra gondolunk, hogy jó, de akkor mit csinálunk rosszul. Sajnos nem működik elég jól a szűrési program, mert gyakorlatilag két lehetőség van arra, hogy ezeket a számokat visszaszorítsuk. Az egyik az, hogy egy jó szűrési programmal időben felfedezzük ezt a betegséget. Egy jó szűrési programmal a mortalitást lehet csökkenteni. Lehet csökkenteni azoknak a számát, akik ebbe a betegségbe belehalnak. Hogyha időben felfedezzük a betegséget, akkor sokkal hatékonyabban tudjuk kezelni, és nagyobb az esély a gyógyulásra. Egy másik lehetőség a betegség kockázatának csökkentésére az oltás, amely nagy hatékonysággal gátolja meg a vírus szervezetbe jutását, és ezzel a méhnyakrák kialakulását. A Romániában elérhető oltási program a 11-14 év közötti lányokat célozza meg. Ha valaki szülő és 11-14 éves kislánya van, akkor a szülőnek a feladata úgymond az, hogy a családorvost értesítse arról, hogy az oltásra igényt tartanak. Ez elindítja majd azt a procedúrát, aminek a végén majd a gyerek bekapja az oltást. A nemzetközi ajánlás szerint elsősorban a szexuális életüket még el nem kezdő fiatal lányoknak szól a HPV elleni oltás. Esetükben az oltás 97%-os hatékonyságával számolnak a szakemberek. Azonban érdemes 26 éves kor után is beadatni az oltást, nem csak a nők, hanem a fiúk, férfiak és azon egészségügyi dolgozók esetében is, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek a vírussal. Romániában volt már erre oltási program, és kétszer is nekifutottunk nemzeti oltási programnak, és kétszer sajnos kudarcot is vallott ez a program. Nagyon alacsony oltottságot ért el a program, és rengeteg vakcina felhasználatlan maradt, és eldobták. Ha az ajánlott korban elmulasztjuk a védőoltás beadatását, később is pótolhatjuk azt. Akkor azonban már saját költségre, és a kettő helyett három lépésben,
azaz háromszori oltással érhetjük el a betegséggel szembeni immunitást. A Szent Balázs Alapítvány önkéntesei szexuális nevelés foglalkozásokat tartanak a marosvásárhelyi iskolákban. Egy 250-9-12-es diákot számláló belső felmérésük szerint a fiatalok csupán 7%-a van beoltva a humán papillomavírus ellen. Ebből a lányok külön 20%-ot jelentenek. Ezen fiatalok 30%-a már elkezdte a nemi életet. Nagyon korán elkezdik a nemi életet. Azt hiszik magukról, hogy tájékozottak, de közben otthon nincs meg a megfelelő felvilágosítás sok esetben. Az internetről tájékozódnak, ahol attól függ, milyen információkat találnak. Nem védekeznek megfelelően, nem tudják, hogy óvszerrel való védekezés szükséges ahhoz, hogy mondjuk a HPV-t ne kapja el valaki a partnerétől. És nem tudják azt sem, hogy tünetmentes fertőzések ezek, és lehet, hogy egy meggondolatlan éjszaka vezet oda, hogy 10-15 év múlva méhnyakrákot diagnosztizáljanak nőnél, vagy a fiúk is mindig meglepődnek, amikor kiderül, hogy lehetnek ők is fertőzöttek, és ki tudja, hány partnernek adják tovább a megbetegedést, hogyha ők azt nem tudatosítják magukban, hogy a felelősség teljesen kell viselkedni.